Restart! Szevasztok! Én a Vendi vagyok, ma is informatika, az elkövetkezendő közel egy órán van, vannak elérhetőségek, röppentek is ki, így van a képernyő alsó részére. facebook.com/fixhd nézhető az adásunk itt is, illetve Twitch-en is elérhetőek vagyunk, már be is köszöntem a Twitch-eseknek, illetve a Facebookosoknak is. Szevasztok! Nézzétek a Restartot, én mondom a legfrissebb újdonságokat, szokott módon, aztán utána beszélgetünk természetesen, illetve a kérdésekre is igyekszem válaszolni. No, hát kezdjük rögtön, tegnap latolgattuk már, hogy ugye mi is lesz itt a Huawei-jel, kérem szépen, az elkövetkezendő időszakokban. Hát úgy néz ki, hogy egy kis haladékot kapott Amerikától Kína, 90 napot egész pontosan, hogy betartsa gyakorlatilag a szabályozást. Az amerikai kormányzat ugye hétfő jelentette be, hogy átmenetileg levette az export tilalmi tiltó listáról a Huawei-t, ezáltal közel 3 hónapos haladékot adva neki, illetve a termékeinek az ellehetetlenülés elől. A kínai cégről még a hétvégén szivárgott ki, hogy a jövőben nem fog tudni amerikai technológiákat, közöttük például Androidot építeni a termékeibe, ami katasztrofális következményekkel járhat a vállalat, illetve a termékek vásárlói számára. Akkor úgy volt, hogy mostantól a Huawei egyetlen újonnan megjelenő készüléke sem kaphat majd hozzáférést az Android nem nyílt forráskódú részeihez, valamint a Google alkalmazásaihoz, a Play Store-hoz, a YouTube-hoz, a Google Maps-hez és így tovább, és szinte más, minden más fontos szolgáltatáshoz és alkalmazáshoz a platformon. A most megadott 90 napos haladék azonban azt jelenti, hogy a nyár második feléig biztosan nem lépnek érvénybe ezek a megszorítások, így egyelőre legalábbis technikai értelemben a cég új mobiljai is zavartalanul lesznek üzembe állíthatók, illetve működtethetők, tehát még 90 napig. Az USA kormányzata ugyanakkor a hírek szerint nem éppen jó szívűségből, hanem nagyon is önös gazdasági érdekekből adott haladékot a cég számára, ugyanis számos ottani rendszert is Huawei termékekre és megoldásokra, rendszer is Huawei termékekre és megoldásokra épül, amik ha egyik pillanatra a másikra megszűnének működni, illetve akkor zavar lépne fel ugyebár az üzemeltetésben, és komoly gazdasági károkat szenvedne el az Egyesült Államok is, valamint az ottani cégek, illetve lakosság is. A haladék célja így elsősorban az, hogy az érintett személyek, illetve társaságok képesek legyenek a rendszereik működő képességét megőrizni mindaddig, amíg nem sikerül a Huawei termékeit helyettesítő megoldást találniuk, illetve beüzemelniük. Ugyanakkor a 90 nap lejárta után, tehát augusztus közepén újra életbe lép majd a tilalom, ha csak addig nem kerül végleges visszavonásra, vagy az átmeneti kivétel további meghosszabbítása esetleg nem, tehát nem hosszabbítják meg ezt az egész tilalmat gyakorlatilag a Huawei felé. Úgyhogy egyelőre haladék van, ez a lényeg. És hogy mire válthat a Huawei, erről már tegnap én beszélgettem, és én jól tippeltem, vagy legalábbis jól emlékeztem arra az operációs rendszerre. Hongmeng OS-nek hívják a Huawei operációs rendszerét. Miután a Google megvonta az Android támogatást a Huawei-től, majd több óriás cég is megtagadta az együttműködést. Amerika ugye adott 90 nap haladékot a kínai óriásnak. Eközben végre az is kiderült, hogy mire is váltja le az Androidot a Huawei, ha végleg ebbe a bizonyos lehetetlen helyzetbe kerülne. A Huawei Android alternatívájának a neve Hongmeng OS. A kínai Global Times maga is beszámolt erről, és állítólag már zajlanak is a tesztek, hogy végül kínai értesülések szerint lassan és fokozatosan, de átálljanak az Androidról a Hongmengre. Egyes források szerint a Huawei már ősszel érkező Mate 30-as szériája már ezzel az operációs rendszerrel kerül a piacra, de szakértők szerint kissé korai ezt még így ebben a formában készpénznek venni. A Huawei Central úgy tudja, hogy a Hongmeng OS egy teljesen különálló rendszer, amit egyébként 2012 óta fejleszt a cég. Azt senki sem tudja, hogy milyen hamar tud majd vele a piacra lépni, és hogy mennyire lesz kompatibilis majd mondjuk a korábbi alkalmazásokkal, de állítólag
teljes mértékben Android kompatibilis a rendszer, tehát gyakorlatilag ez egy Android klón, ha így nézzük, ami ugye a kínai rendszereket ismerve, vagy így az előzményeket ismerve, ez egyáltalán nem meglepő dolog. Jó, ennyit a Huawei-ről. Hát szerintem legyen ez, mert ennek biztos nagyon, nagyon sokan örülnek. Kérem szépen, Magyarországon is elérhető az Apple Pay. Talán egy-két hete számoltam be róla, hogy hamarosan érkezik, és úgy néz ki, hogy egyelőre ugyan korlátozottan, de a mai naptól már lehet fizetni iPhone-nal, illetve Apple Watch-sal, vagy akár iPad Mini-vel is a boltokban. Nagyjából azóta, mondjuk kíváncsi vagyok, hogy valaki egy táblagéppel megy oda fizetni gyakorlatilag. Nagyjából azóta pletykálják az Apple Pay hazai indulását, mióta februárban, ugye Csehországban elérhetővé vált. Az elmúlt napokban erősödtek a pletykák, és az OTP Bank plakátokon tízelte, hogy ugye a mai naptól elérhető már a magyar felhasználók számára is az Apple Pay, tehát hozzáadhatják a nem virtuális bankkártyájukat a Wallet alkalmazáshoz, hogy bármely készülékükkel a bankterminálhoz érintve lehessen fizetni. Egyelőre csak az OTP Bank által kibocsátott Mastercard, illetve Maestro kártyákkal működik a funkció, de mivel a CIP Bank alkalmazás oldalán is szerepel már a Wallet támogatás, valamint az abban is van egy Wallet gomb, heteken belül a CIB ügyfelei is csatlakozhatnak az Apple Pay felhasználók széles táborához. Az OTP tervei között szerepel a Visa kártyák támogatása is, mert ugye ezek külön rendszerek. Az Apple Pay használatához egy NFC-vel szerelt, hát iPhone 6-nál idősebb, vagyis hát fiatalabb, bocsánat, iPhone 6-nál fiatalabb iPhone-ra van szükség, tehát iPhone 6, iPhone 6S, iPhone SE, iPad Mini 3, vagy ennél újabb készülékekre van szükség, illetve Apple Watch és iOS-ből pedig minimum a 11.2-es verzió szükségeltetik ahhoz, hogy ez a dolog működjön. Androidos készülékekkel az Erste Bank, a Budapest Bank, a Granita, a KNTH, az MKB, illetve az OTP ügyfelei tudnak fizetni egyelőre, de nincs hivatalos információ arról, hogy ezen bankok mind bevezetik-e majd az Apple Pay-t is, és ha igen, akkor mikor? A hivatalos oldal is magyar nyelvű lett, és itt látható, hogy mely boltokban és appokban működik már az Apple Pay-jel való fizetési lehetőség. Az App Store-ban is ez a napi téma. Úgyhogy érdemes letöltögetni, megnézni. Hát azért többi bank mikor fog felzárkózni, hát egyelőre ezt tudjuk, hogy OTP és nem soká a CIP, hogy a többinél mi van, az majd idővel eldől. Illetve arról sincsen konkrétan szó, hogy mondjuk a Google Pay, mert azért szerintem androidos telefonja több embernek, mint iPhone-ja, hogy azzal mi van, hogy ez van a kettőnek ilyen módon köze egymáshoz, egyébként nincs, bár bankoktól függene mind a kettő igazság szerint. Hosszú húzavona után sikerült az Apple-lel is ezt a megállapodást az OTP-nek megkötnie. Úgyhogy akinek iPhone-ja van, kösse össze a bankkártyával, és tud a telefonjával fizetni mostantól kezdve, mint a PayPass kártyával. Hasznos tud lenni, már régóta így szoktam menni például szórakozni. Ezt szerintem már meséltem nektek. Mert sokkal egyszerűbb, hogy az ember nem visz magával semmilyen iratot, bankkártyát, pénzt sem, gyakorlatilag készpénzt már amúgy is nagyon ritkán használok, néha, ha valahol nem lehet bankkártyával fizetni, akkor gyakorlatilag én vagyok a ludas, mert hát nem nagyon használok készpénzt, és viszont, hogyha telefonját viszi magával az ember, akkor arról is tud fizetni, tehát tényleg arra sincs szükség, hogy esetleg a bankkártyádat elhagyjad, mint ahogy én ezt megtettem sajnos egy fél évvel ezelőtt körülbelül minden iratommal együtt, úgyhogy azóta nem viszek magammal iratot se. Mert hogy igazából tudom magamat igazolni a telefonommal is, hiszen be vannak szépen állítva rajta a megfelelő funkciók, a személyim is fel van rá víve, meg minden, tehát igazából az is tud ilyen szinten működni. Jó, maradunk, illetve nem, visszakanyarodunk a Google-höz. Google Glass-ről vannak újabb információk. Új és olcsóbb Google Glass AR szemüveget jelentett be a Google, tehát ezek szerint mégsem halott ez a projekt, amit pár évvel ezelőtt ugye befagyasztottak. A Google hétfőn frissített változat kiadását jelentette be a Google Glass-ből. Az egykor mindenkinek szánt, végül azonban csak a vállalatok számára értékesített szemüveg újabb kiadásait. A cég olcsóbban adja az elődeinél,
de továbbra is csak ipari felhasználásra szánja mindezt. Az olcsóság persze relatív, mert jelen esetben ez csak azt jelenti, hogy több ezer helyet mindösszesen 999 dollárért lehet megvásárolni a Glass Enterprise Edition 2-esnek elnevezett szemüveget. Ugyanakkor a korábbinál erősebb processzorokkal érkezik ez a szemcsi. Milyen tudva azt így kimondani, nem? Tehát korábbinál erősebb processzorokkal érkezik a szemüveg. Gyorsabban tölthető, illetve a látótere is szélesebb, és képesek már információkat is vetíteni az oldallencsének köszönhetően. Ugye gyakorlatilag még több infót ki tud maga elé vetíteni, vagyis hát gyakorlatilag a szemüveg lencsére. A gyakorlati felhasználása a sárról még annó, amikor ez az egész projekt kibontakozóban volt, akkor nagyon sokat beszélgettünk, úgyhogy én most nem megyek bele, de magyarul újra van Google Glass. Hát Magyarországra szerintem az sem fog nagyon megérkezni, de hát ez van. Megyünk tovább. Sokkal jobban lassulnak az Intel processzorai a hibák javításától, mint ahogyan azt korábban sejtették. Bár az, hogy az Intel processzorokban az elmúlt másfél évben felfedezett sebezhetőségekre kiadott javítások csökkentik a csippek hasznos teljesítményét, azt már az első pillanattól kezdve lehetett tudni. A jelek szerint ennek mértéke jelentősen eltérhet viszont attól, ahogy a lapkák honnan is származnak. Az Intel processzorain a lassulás ugyanis akár 5-ször olyan magas is lehet, mint a konkurens AMD csippeken, legalábbis erre a következtetésre jutott a Foronix, ami módszeresen megmérte, hogy az utóbbi időben megjelent processzorhiba javítások telepítései milyen hatással vannak a lapkák teljesítményére. Az eredmények szerint bár a konkrét számok mindig erősen függtek a konkrét processzortól is, és persze az azokon futó alkalmazásoktól is, az AMD-k esetében csak minimális 3-5%-os csökkenést mértek, míg az Intel lapkák esetében akár 20-25%-ot is elérhette a visszaesés, vagy elérheti a visszaesés mértéke. Mindezek miatt gyakran az Intel azon processzorai, amik teljesítménye korábban meghaladta más AMD-s csippekét, a foltok telepítését követően már bizony lassabbá váltak. Például, míg egy foltozatlan Intel 8700K bőven lenyomja az AMD Ryzen 2700X-es processzorát, a processzor hibák elleni védelmek telepítését és aktiválását követően bizony már az utóbbi fogja a programokat gyorsabban futtatni. Ráadásul, mint a napokban kiderült, az AMD processzorai az újabb sebezhetőségek által nem is érintettek, legalábbis egyelőre, így esetükben nincs is szükség azok ellen védeni hivatott ugye foltokat aktiválni, ami újabb előnyt jelenthet számukra az Intel chipekre épülő rendszerekkel szemben. Úgyhogy most az AMD-sek kicsit úgymond kárörvendhetnek, mert bizony gyorsabbak lesznek az ő processzoraik, mint az Intel processzorok. És ha már Intel, akkor felbukkant egy 10 nanométeres Intel proci a Tiger Lake. Egy kétmagos processzorról van szó, elég gyengusz kis proci, de gyakorlatilag ez az első 10 nanométerrel gyártás technológiával gyártott processzor. Az Intel legutóbbi befektetői találkozóján betekintést engedett a jövőben, és elárulta, hogy mire számíthatunk a Tiger Lake platformtól. Most a jelek szerint az első ilyen chip már fel is bukkant a C-Software adatbázisában. Az elérhető adatok alapján a valószínűleg egy alacsony fogyasztású mobil processzorról van szó, ami kettő magos, másfél gigahertzen ketyeg, boost mellett az órajel akár 1,8 gigahertzre is felturbózható, L3 cache mérete pedig 2 megabájtos, valószínűleg egy belépő processzorról van itt, kérem szépen szó. Az Intel a 10 nanométeres Tiger Lake processzorait elvileg 2020-ban fogja majd piacra dobni, ez lesz az utódja az Ice Lake, illetve a Lakefield processzoroknak. A Tiger Lake már az új Willow Cove architektúrát használja majd, ami a Sunny Cove utódja, integrált Intel Xe grafikára is lehet számítani, ami akár 8K-s monitorokat, vagy több 4K-s monitort is képes lekezelni. Az Intel szerint a Tiger Lake fejlesztései a végéhez közelednek, Windows, illetve Chrome OS rendszeren működő
működnek normálisan egyelőre. Természetesen gondolom én majd a Linux kernelt is hozzáigazítják. Az Intel ígéretei szerint a Whiskey Lake-hez képest 4-szeres grafikai teljesítménnyel számolhatunk, illetve az Ember Lake-hez képest, hogy még egy pár tabat itt említsünk, pedig 2-szeres teljesítménye van a grafikai részének, tehát a GPU-nak. Érdekes, hogy CPU-ról beszélünk, arról sok mindent nem tudtunk, mert csak maximum az óra elé, de a GPU-ról megtudtuk, hogy az azért sokkal erősebb, mint a korábbiak. 2 évet késhet a briteknél az 5G, és hogy miért? Hát elég meglepő lesz, amit mondani fogok. Lámpaoszlopok miatt késhet. Miért van szükség erre? Hát ugye arról már beszéltünk korábban, hogy bizony minél nagyobb vagy magasabb frekvencia tartományban dolgozik egy rádió hullámot működtető eszköz, rásd az 5G is, ugye az már azért jóval magasabb frekvencia tartományban dolgozik, mint a 3G, a 4G és így tovább. Ezért sokkal több cellát kell, gyakorlatilag ugye adót kell elhelyezni, és a britek úgy döntöttek, hogy lámpaoszlopok úgyis ott vannak, lámpaoszlopokba fogják beletenni a mobil átjátszókat. Szerintem egyébként ez jó ötlet, mert azok úgyis ott vannak, nem? Én már régóta mondom, hogy a tölthető, vagyis az autótöltőket is simán lehetne a lámpaoszlopokba tenni, hát áram is van benne, gyakorlatilag meddig tartana szépen a lámpaoszlopokra autótöltőket felrakni, és akkor tudnák az emberek az elektromos autóikat tölteni. De most nem erről van szó, hanem az 5G-ről, úgyhogy nézzük is, hogy mi a helyzet. Nagy-Britanniában az 5G-s jeladókat olyan szerkezett csoportokon kell elhelyezni, amelyek magasabbak a kétszintes buszoknál, ez az előírás. A The Guardian jelentése szerint emiatt a lámpaoszlopok lettek most a régió egyik legértékesebb tulajdonai. Ezek kellően magasak és elég közel vannak egymáshoz, hogy megfelelő 5G-s lefedettséget biztosítsanak. Egyes városok, kormányzatok és földtulajdonosok azonban nem adnak minden brit szolgáltatónak hozzáférést mindenhez. Mindezek miatt indulnak a pereskedések, mire minden ügyet elrendeznek, az természetesen több évbe is telhet. A becslések szerint akár 2 évet is késhet emiatt az 5G bevezetése. A bíróságokat elárasztották a peres ügyek, a szakértők szerint a rendszer jellege miatt kb. 2 éves késéssel kell számolni. Eközben a városok el akarják érni, hogy a lehető legtöbb pénzt húzzák ki a szolgáltatók zsebéből, amiért azok a lámpaoszlopokat használnák. Eközben a megkötött szerződéseket sorra támadják azok a szolgáltatók, amelyeket kihagytak az üzletből. A British Telecom rengeteg ilyen pert indított, és 9 exkluzív megállapodást dobott vissza, mert el szeretné érni, hogy nyílt hozzáférés legyen, hozzáférési lehetőség legyen. Ennél is érdekesebb azonban, hogy Nagy-Britanniában és Amerikában a félreeső területeken alig akadt szolgáltatás. Észak-Yorkshire például nem tudta felkelteni a szolgáltatók figyelmét, és azt állítja, hogy nemhogy 4G, de 3G, sőt néha még 2G-s kapcsolat is alig érhető el ezen a környéken. Sőt, egyes területeken semmilyen szolgáltatás nem érhető el. A helyiek szerint a cégnek előbb a félreeső területeken kellene nyújtania valamiféle szolgáltatást, ha fel akarják rázni a piacot. A brit kormány szerint az 5G 2033-ra érheti majd csak el a teljes országos lefedettséget Nagy-Britanniában. Érdekesek ezek a hírek, ugye? Meg az, hogy itt is rengetegszer hallom itt a Restartban is, hogy hú, hát nálunk alig van térerő, meg nincs normális internet, meg mit tudom én. Látjátok, ez nem csak Magyarországon van így, hogy vannak olyan félreeső területek, ahol nincsen egyszerűen normális mobil szolgáltatás, akár a hely adottságai miatt, akár nem tudom mi miatt, hanem látjátok Angliában, de tovább még Németországban, Franciaországban is vannak olyanok, amik pedig azért ezek elég nagy országok, ugye bár, ahol vannak olyan területek, ahol egyszerűen nincs normális mobil, nemhogy internet, térerő nincsen. Úgyhogy ezeket természetesen a szolgáltatók, gondolom én, fejlesztgetik, de itt most az 5G miatt amúgy is kénytelenek, hogyha 5G-s szolgáltatást akarnak nyújtani, akkor bizony sokkal sűrűbben kell ilyen cellaállomásokat elhelyezni, lehet, hogy akár minden villanyoszlopra tenni kell egyet. Jó, dark módot kap a Google naptárja,
illetve bevásárló listája, sőt a Keep alkalmazás is. A Google alkalmazás blogján tegnap jelentette be, hogy két mobilos alkalmazásának is sötét módot ad, amely ugye jobban kíméli a szemet elvileg. Ugye ezúttal a cég a naptár, illetve a Keep alkalmazásait vette sorra, amikkel a naptárakat, illetve a különböző elsősorban bevásárlási, elintézési listákat lehet kezelni, vagy hát jegyzeteket igazából, én jegyzetelni szoktam oda. Mindkét alkalmazásban, az úgynevezett sandwich menüben, a, tudjátok, az a három kis csík gyakorlatilag, azt hívják sandwich menünek, a beállítások között lehet aktiválni az új sötét módot, ugyanakkor az Android Q-t használók esetében automatikusan aktiválódik majd ez, tehát ugye a 10-es esetén. Kevésbé intenzív megjelenési módnak is hívják ezt. A rendszer globális beállításaiban, ha valaki majd a sötét módot választja ki, akkor automatikusan a Google alkalmazásai hozzáigazodnak majd ehhez. Az új funkció egyelőre még nem érhető el mindenki számára, mert a Google szokásához híven csak fokozatosan teszi elérhetővé az új verziókat, ami ugyanakkor az ígéretek szerint legkésőbb a hónap végére minden androidos telefonra megérkezik majd, amennyiben ugye a Google Play áruház automatikus frissítési mechanizmusa be van kapcsolva és engedélyezve van számotokra, akkor le fognak ezek frissülni, nem, akkor kézzel kell lefrissíteni őket. Jó, és akkor még egy hír, saját mesterséges intelligencia lapkát fejleszt az LG. Az LG új AI processzora a robot porszívótól kezdve a mosógépeken át a hűtőszekrényekig számos termékben helyet kap majd. A vállalat szabadalmaztatott neutrál engine technológiájával a chip az emberi agy neurális hálózatának működését mintázza, amely jelentősen növeli a gép mély tanulási algoritmusok feldolgozási sebességét. Az AI processzor egyszerre alkalmazza a tárgy, a hang, a vizuális intelligencia eszközeit, így jobban és pontosabban képes azonosítani és megkülönböztetni a teret, a helyszíneket, a tárgyakat, a felhasználókat, a hangokat, a zaj karakterisztikákat, valamint a környezeti, fizikai, illetve kémiai jellemzők változásait. A processzor a videó, illetve audio adatok feldolgozása és értelmezése révén képes pontosabban azonosítani a felhasználó érzelmeit és viselkedési mintáját, valamint elemezni a szituációs kontextust, ezáltal pedig személyre szabhatóvá teszi a készülékeken elérhető mesterséges intelligencia szolgáltatásokat. Az AI processzorral ellátott termékek a beépített mesterséges intelligenciának köszönhetően akár hálózati kapcsolat nélkül is képesek működni. Az LG chipje kiemelkedő biztonsági rendszert kapott, így még magasabb szintű védelmet nyújt az adatok számára a külső támadásokkal szemben. Az olyan feldolgozási folyamatok, amelyek nem igényelnek magasfokú védelmet, egy általános zónában zajlanak, míg a biztonságosabb futást igénylő feladatokról egy külön hardware-re implementált biztonsági zóna gondoskodik, tehát egy külön úgynevezett alegységet, alprocesszort kap. Az LG úgy fejlesztette ki az AI prociát, hogy az javítsa azon készülékek felismerési képességeit, amelyekbe azt beépítik. A chip így olyan fejlett funkciókat kínál majd, mint a párhuzamos helymeghatározás és feltérképezés, angolul ez a Simultaneous Localization and Mapping, ha esetleg találkoztok ezzel, SLAM, azaz képes lesz a lokáció és a környezet egyidejű felmérésére. A fejlett képfeldolgozási funkciója például korrigálja a nagylátószögű objektívek által okozott képtorzulásokat, valamint világosabb és tisztább képek készítését teszi lehetővé kedvezőtlen fényviszonyok mellett, ugye ez mondjuk okostelefonokba szánt kameráknál mindenképpen fontos lehet. De a porszívónál is fontos lehet, hogy jobban lásson. Az LG tervei szerint az AI processzor a robotporszívókban, a mosógépekben, a hűtőszekrényekben, de még a légkondicionáló berendezésekben is helyet kaphat majd. A egyetemekkel, kutatóközpontokkal és vállalati partnerekkel kötött együttműködéseken keresztül pedig növelni kívánják a mesterséges intelligencia megoldásainak hozzáférhetőségét, tehát magyarul kutatás, ebbe ölik a pénzt, jól teszik, én azt gondolom, mert ez a jövő, és ebbe az irányba kell mindenképpen elmozdulni.
Úgyhogy ennyi. Na jó van, szerintem hírekből legyen egyelőre elég ennyi. Ha még lesz időnk, akkor van itt még nekünk a világ leggyorsabb okostelefonjáról egy kis hír, de szerintem nézzünk inkább hozzászólásokat. Így van, mi ez a nagy csend a Twitch-en? Kedves Twitch-esek, tessék felébredni és hozzászólni a műsorhoz. Azért vagyunk itt, vagy azért vagyok itt, hogy segítsek nektek. Indítok egy Skype-ot is, ha valaki ott szeretne hozzászólni szóban, akkor ezt megteheti. tv.fixhd vagy fixtvhungary, így kell bennünket keresni, de a telefonunk is működik, úgyhogy azt is lehet hívni, vezetékes budapesti számügyen látjátok kiírva. No! Gábort üdvözlöm, szia Gábor, Krisztina is itt van velünk, kérdez is Krisztina, sziasztok, segítséget szeretnék kérni, vezetékes routert fogok vásárolni, azt szeretném kérdezni, ha megkérem az eladót az üzletben, hogy írja bele a bejelentkezési adataimat, akkor itthon csak be kell dugni a laptopba és a tévébe? Hajaj! Illetve sokszor szakadozik a netünk, ha elmegy, újra kell indítani a routert, vagy magától adja újra a jelet. Köszönöm szépen. Hát Krisztina, ez szerintem nem ilyen egyszerű, illetve hát attól függ, hogy hol vásárolod ezt a routert, mert nem biztos egyébként, hogy egy mondjuk egy bármilyen híradástechnikai áruházban, vagy számítástechnikai boltban csak úgy beállítgatják neked a routert, pláne, hogy azért azt úgy nem is biztos, hogy betudják. Tehát ugye ugye a bejelentkezési adataidat mondjuk, ha viszed, akkor elvileg be tudják állítani végül is, nincsenek akadály, csak kérdés, hogy beállítják-e vajon ezt. Tehát én még nem nagyon hallottam ilyenről, hogy ezt úgy bevállalják, de ha jó fejek, akkor még az is lehet, hogy beállítják. Minden esetre akkor tényleg vidd magaddal az adataidat, tehát ugye a nem tudom melyik szolgáltatónál, vagy de a szolgáltatáshoz szükséges felhasználói név és jelszó mindenképpen kell a csatlakozáshoz. És ha elvileg be van állítva, akkor igen, tehát Wi-Fi jelszót kell ott, illetve egy Wi-Fi SSID-t kell ott akkor még kitalálnod, illetve egy hozzátartozó jelszót pluszba, természetesen, ami ha lehetne ugyanaz lehet, mint a bejelentkezési adat. És akkor onnantól kezdve így van, hazahozod, bedugod, akkor elvileg működni fog, azt beállítod a laptopodon szépen, és onnantól kezdve föl tudsz csatlakozni. Ez a sokszor elmegy az internetünk, ezt meg igazából meg kéne tudni, ez mitől van. Tehát, hogy nem tudom, milyen módon interneteztél eddig Wi-Fin, mert lehet, hogy ott volt a gáz, vagy nem tudom, hogy most azért veszel új routert, mert a régivel volt esetleg gond, vagy eddig nem is volt routered, kicsit kevés ez az info nekem, úgyhogy nem tudok rá igazából mit mondani. Az, hogy elmegy a net, azt mindenképp a szolgáltató felé kéne jelezni, mert azt nekik kötelességük egyébként kivizsgálni és megjavítani. Ha csak nem a router miatt ment eddig el, mert ha most veszel egy új routert, és az jó router, akkor szerencséd lesz, akkor nem fog elmenni az internet. Aztán, micsoda, a pólót felső fehér részének köszönhetően olyan, mintha zöld háttér lenne mögötted. Micsoda észrevételek. De nincs mögöttem zöld háttér. Csak igen, nem a felső része fehér, hanem a hátsó része fehér. Tehát ez egy ilyen összerakott póló, hátul fehér, elől nem. Elől meg színes. Zöld, meg aztán mindenféle színekben van. Hú. Aztán Lajos írja nekünk, szia Vendi, jó a műsor, köszönöm szépen. Itt van velünk Gergő is. Aztán, és vajon tartós lesz-e egyáltalán ez a Hangmango OS, nehogy úgy járjon, mint a Windows Phone, vagy akár a Firefox OS? Hát az, hogy jár, az majd kiderül, mert hát ugye más választása igazából nem nagyon van jelleg a Huawei-nek, ha csak nem történik valami csoda itt a 90 nap alatt, tehát igen. Ez egy jó kérdés, ez majd a jövő zenéje, hogy hogyan sikerül nekik egy olyan operációs rendszert csinálni. Szerintem azért tanultak a Windows Phone hibájából, és nem hinném, hogy teljesen saját alkalmazások lesznek, saját platform lesz. Nekem van egy olyan érzésem, hogy ez egy nyílt egyébként Androidra épülő platform lesz, ami egyébként teljes mértékben Android kompatibilis lesz. Majd kiderül. Roland írja nekünk, szia Vendi, szép estét, annyi, de annyi oprendszer van, ami közül választhat a Huawei. Itt egy oldal,
ahol két oldalnyi felsorolt oprendszer van, és van közöttük bőven okostelefonra való is. Van egy pár, amit sokan nem is ismernek, és itt elküldtél. Hát én nem nagyon tudok operációs rendszerekre. Jó, hát így igen, hogy mit tudom én, Windows, meg Mac, meg Ubuntu, de most nem gondolt, hogy Mac-et fognak föltenni tehát hogy ez nem így működik szerintem, hogy ezeket úgy föl tudják csak tenni egy mobilra. Tehát, hogy azért egy kicsikét ez így elég naív lenne, hogyha ezt így gondolnánk. Jó? Tehát először is például az Apple iOS vagy Mac operációs rendszer az csak az Apple-é. Ez egyáltalán nem nyílt forráskódú, tehát nem rakhatják föl. A Red Hat Enterprise nevében is benne a Enterprise, ebben a formában az sem nyílt forráskódú, bár egyébként maga a Red Hat igen, ugyebár. És még akár ez játszhat. A Windows az megint csak kilőve, ugyanis a Microsoft is bontja a szerződést egyébként a Huawei-jel, ugye a laptopos vonalon, tehát gyakorlatilag Windows sem lehet majd ezeken a laptopokon. Hogy mi lesz rajta? Jó kérdés, valószínűleg valamilyen Linuxos operációs rendszer. Tehát ebből az összesből így emeljük ki, vagy tehát így szórjuk ki kapásba azokat, amik fizetősek. Az összes többi, ami marad, az gyakorlatilag Linux. Mint ahogy az Android is Linux. Tehát azon belül ugye a csomagkezelés, ami különbözhet, meg egy picit a felépítés, de egyébként a csomagkezelés itt, ami fontos, ugyanis a csomagkezelő mondja meg, hogy milyen csomagokat lehet föltelepíteni egy adott Linuxra. Na most az Androidra, ugye az APK, mint Android Package Manager csomagjait lehet telepíteni, hogyha ezt a Package Manager-t valamilyen utómódon bele tudják integrálni, már pedig miért ne tudnák, akkor ugyanúgy változatlanul lehet majd használni az androidos alkalmazásokat, amiket korábban, csak nem a Play Store-ból, hanem majd valamilyen egyéb más store-t kell nekik alkotniuk, illetve hát igazából a Play Store-t, mint alkalmazás fölteheti utána a felhasználó saját maga, mivel ingyenes, sőt a Google szolgáltatásokat is használhatja utána a felhasználó, tehát ez egyébként ilyen kicsit félre van értelmezve szerintem. Mert ez nem azt jelenti, hogy innentől kezdve a Huawei telefonokon nem lehet használni majd Google alkalmazásokat, csak alapból ezt nem adhatja a Google. Illetve igen, tehát alapból nem adhatja oda a Google ezt a Huawei-nek. Azt, hogy utána a felhasználó fölteszi, szíve joga, úgyhogy... Meglátjuk, hogy mennyire erős ez a korlátozás ebből a szempontból. Jó? Aztán Zoli írja nekünk, szia Vendi, olvastad, hogy megszűnik egy korlátlan felhő tárhely? Mi a véleményed róla? A Google fotók meddig engedi még, hogy korlátlanul töltsük fel a videókat, illetve képeket? Nem tudom, melyik korlátlan tárhely szűnik meg, vagy... Mert egy korlátlan tárhely, annyi ilyen tárhelyszolgáltató van, kicsit konkretizálj, de egyébként nem hallottam, hogy bármelyik is megszűnne. A Google-nek meg nem érdeke a korlátozás ilyen szinten, úgyhogy meglátjuk. Voltak már ilyen rémhírek, pletyka szinten, hogy a Google-nél is... Például a Google fotókban teljesen ingyenesen lehet felpakolgatni a fotókat, ugye jelenleg, és volt valóban ilyen rémhír, hogy ezt meg fogják szüntetni hamarosan, de szerintem nem fogják, vagy legalábbis egyelőre nem hinném, hogy ezt megtennék. Hát ha meg igen, akkor mindenki majd vásárolgat magának tárhelyet. Tehát, hogy ezt azért lássuk be őszintén, tehát hogyha az ember szeretne magának tárhelyet, akkor van lehetőség most is vásárolni. Azt, hogy ingyen kaptuk eddig, akkor eddig örültünk neki, most kicsit sírunk, de hogyha valakinek szüksége van rá, akkor majd vagy keres egy másik szolgáltatást, bár nagyon kevés olyan van, ami ingyenes lenne és olyan jól használható, mint a Google, vagy előfizet a Google-nél pár száz forintot havi szinten szerintem. Nem hiszem, hogy valakinek is túl sokat kéne ebbe beleinvestálnia. Jó? Rendben. Vagy a pangás, tényleg. Robi írja, én csak Apple fikázást jöttem olvasni, de nincs. Hát, mert nincs mit fikázni rajta. Igazából. Lehet, hogy ezért nincs most Apple fikázás. Már hogyha ez ilyen rendszeres programnak szoktad te azonosítani itt a Fix TV-n, mert én azért ilyenekben nem szoktam nagyon részt venni. Legalábbis nem fikázni szoktam, hanem maximum érveket mondani
mellette vagy ellene. Most volt róla hír, Apple Pay, tessék, nincs mit fikázni ezen, sőt, lehet örülni, hogy végre ez a szolgáltatás is elérhető. Rendben. Okay. Hát akkor mutatom nektek a leggyorsabb okostelefont. A Redmi, képzeljétek el, Xiaomi Redmi K20-as nevű készüléke, az, ami egy, ami gyakorlatilag a világ valaha készült legerősebb mobiltelefonja. Csak néhány napja, hogy a Redmi főnök elárulta, hogy miért K20 néven kerül majd forgalomba az új telefonjuk. Mint kiderült, a K betű az angol killer szóból származik, a 20 pedig a 2.0-át takarja, mint generáció, azaz a mobillal minden mást lesöpörnének a színről. Az új információ alapján a rövidítések helytállónak tűnnek. Weibing, mert Lou Weibing, így hívják ugye a Redmi főnökét, ezúttal az Antutus mérés végeredményéről osztott meg egy sokat mondó felvételt, amely ha hihetetlenül nagy teljesítményű mobil érkezését vetíti előre, a letesztelt K20-as ugyanis több mint, figyelem, és most tessék megkapaszkodni, 458 000, egész pontosan 458.754 pontot ért el az Antutu tesztjén, amivel a jelenleg legerősebb mobilt, a Xiaomi Mi 9-est is lekörözi, utóbbi eszköznek, tehát az Mi 9-esnek 380 000 körül van az Antutu pontszáma. A kínai Vivun közzétett teszteredmény komoly hardveres újításról árulkodik, ám pontos specifikáció nincsen, vagy legalábbis nem árult el a főnök. Így csupán következtetni lehet, hogy a legfejlettebb hűtőrendszer, a külön tárhely vagy új memória modulok járultak hozzá a kissé hihetetlennek tűnő eredményhez. Azt viszont nem titkolták, hogy a mobilban ugyanaz a Qualcomm Snapdragon 855-ös lapka dolgozik, mint a legtöbb csúcs készülékben, tehát ez önmagában alig ha szolgálna magyarázattal a tetemes pont különbségre. A Redmi amúgy nem fogja vissza magát, és a csak nemrég bemutatott OnePlus 7-es Pro-ra például úgy reagáltak, hogy hallottak az új telefonról és gratulálnak hozzá, azonban az övéké jobb lesz. ennyit mondtak. Egyébként ez is milyen már, nem? Hogy így egymásnak gratulálnak a cégek. Tehát például egy ilyen képpel gratulált a Xiaomi a Redmi-nek, mi az a OnePlus-nak. És ebben gyakorlatilag meg is említette, hogy érkezik a Killer 2.0, ugye már, szintén 855-össel ott is van, tehát szépen így bele is írták, hogy mire lehet számítani a telefonon belül. No, hát Antutu, nem Antutu, én ugye falra tudok mászni ezektől az Antutu meg az ilyen teszt programoktól, már csak azért is, mert valaki kíváncsi rá, töltse le nyugodtan a telefonjára, és kezdje lefuttatni, és egyszer nem fogja ugyanazt az eredményt kapni. Tehát ugye ez annyi mindentől függ, hogy mik az eredmények, hogy ez, szerintem ebből egyenesen nem lehet következtetni, bár kétségtelen, hogy egy ekkora eredménynél, tehát egy ilyen pontszámnál azért kétségtelen, hogy lekörözi a legtöbb mobilt. Sőt, hát ugye az aktuális csúcstelefonok két-háromszorosát hozza ki eredményként, ami mindenképpen azt jelenti, hogy itt egy gyors mobilról beszélünk. Na de relatív ugye, hogy mi a gyorsaság, vagy legalábbis, hogy miért van szükség a gyorsaságra, mint úgy egy telefon esetén. Meg hát azért legyünk szkeptikusak, tehát hogy nagyon jól tudjuk, hogy ezek az eredmények egyébként nagyon nem feltétlenül biztos, hogy tükrözik a valós használhatóságát is egy adott készüléknek. Tehát csak azért, mert gyors. Ez olyan, mint az autó körülbelül, nem? Tehát, hogy tök jó, hogy egy autó tud menni 300-zal, de mikor mész vele 300-zal? Tehát soha. Na, körülbelül ugyanez a helyzet a telefonok kapcsán is. Tök jó, hogy az Antutu-ban kihoznak ilyen bazi nagy eredményeket, hogy iszonyúan jól tud számolni a mobil. Na, de igazából egy mobilon mikor kell olyan nagyon számolni? Tehát az adott programnak van némi futási ideje, most az, hogy ez 0,5 másodperc vagy 0,2 másodperc, szerintem ezt már így egy átlag ember nem nagyon veszi észre futás teljesítményben. Játékoknak valószínűleg van egy adott hardware igénye, az egyébként már gyengébb telefonokon is általában megy, sőt a játékok esetén ugye a videókártya számít inkább, nem is annyira a processzor a telefonok esetén is, tehát igazából ez csak egy ilyen kis parasztvakítás akar lenni,
Ténylegesen a használhatósága itt a lényeg. Tehát, hogyha adnak egy nagyon rossz, bár ezt senki nem mondta, hogy nagyon rossz lesz, tehát ugye csak mondom, hogy azért mondjuk egy Samsung ugye One UI-val összehasonlítva, vagy akár a Huawei-nek ugye az MUI-s kezelő felületével, vagy user interfészével elkezdeni vetekedni, az nem feltétlenül gyorsasági kérdés, én azt gondolom, hanem ez a felhasználói élmény kérdése. Tehát, hogyha emellett ez a bizonyos Redmi K20-as telefon, ez majd fogja tudni hozni azt a felhasználó élményt, ami tényleg arra sarkalja majd a felhasználókat, hogy ezt a készüléket választják, akkor mellette tök jó mutat tényleg ez, hogy ez a leggyorsabb telefon is, de egyelőre semmi más, mint nem is parasztvakítás igazából, hanem ez a, na megmutattuk, hogy ilyet is tudunk, de igazából lényegtelen ebből a szempontból. Tehát más tesztekkel összemérve gyakorlatban kellene inkább megnézni, hogy melyik telefon a gyorsabb, bár szerintem van egy olyan érzésem, hogy más teszteken azért nem biztos, hogy ez olyan jól mutatna. Már csak azért is, mert mitől lenne gyorsabb, tehát ha a processzor ugyanaz benne, meg gyakorlatilag ugyanazt a csúcs specifikációt viseli, mint az összes csúcskészülék, akkor mitől lenne gyorsabb? Csak hogy költői a kérdés. Jó, megyünk tovább, vagy mennénk tovább, csak a Facebookon megállt az adás. Miért állt meg az adás, Gábor? Mesélj. Elment az internetünk. Melyik internetünk ment? A internet. A internet? A internet. Hát de nekem van internetem. Nem tudom. Visszajött a internet. Hát valaki alkott. Újra kell indítani az összes streamet. Tessék. Remélhetőleg újra kapcsolódik a rendszer, mert így a szegény hozzászólók hozzászólását se látom, hogyha nem tudunk sugározni a internetre, de egyelőre nem megy, én is úgy látom. Pedig a Twitch-re kéne mennie. Play. Megy? Nem megy. Érdekes dolog, megálltam egy helybe. Gyakorlatilag ez van a Twitch-en. Na, majd mindjárt ráfrissítek, hogy ott offline, nem, live, oké. Akkor ott már elvileg működik, a Facebookon pedig nem működik. Nem, mindjárt megpróbáljuk a Facebookot is még egyszer elindítani, hátha. Az úgy nem. Úgyhogy, hát sajnos Facebookosok, nézzétek el nekünk, menjetek át a Twitch-ra akkor, vagy nem tudom, vagy nézzétek a weboldalunkon az adást, internet problémáink vannak ezek szerint, vagy legalábbis annak a gépnek az internetével van valami gond. Hát de jó, de nem megy ettől függetlenül, úgyhogy szerintem azt ott, Gábor, lehet, hogy az egészet jó lenne, hogyha nyomnál egy stoppot, meg egy play-t azon az encoderen, és akkor lehet, hogy utána így megjavulna a történet. Mert hogy ez így nem kapcsolódik vissza, csak úgy mondom. Úgyhogy ezzel így addig nem tudok mit kezdeni innen. Újraindítottam. Köszönöm. Akkor itt mindent én is újraindítok. Na nézzük. Igen, alakulunk, már két Twitch van, de na itt lesznek bajok. De a Facebook az nincs, az változatlanul nincsen. Na jó, az egyik Twitch-et akkor kilőjük innen. Bocsánat a kis közjátékért, de próbáljuk visszaállítani az adást a netre is. Ma azt ott kimásolod szépen apának, ahogy mondom, kimásolod, oké. Okay. És kilövöd. Nem is található folyamat. Jó. Most már egyik sem megy. Jók vagyunk. Ne. Hát ez érdekes ez a dolog. Na most esküszöm, megnézem, hogy mi történik itt. Bocsánat. Csak az erre kíváncsi leszek. Hogyha leszedem minden ezt a... akkor látom is, hogy mi van. FB Live. Error van. Operation not permitted. Na, arra varjál gombot.
nem tudunk sugározni a Facebookra. Hát, ez van, gyerekek. Na jó, akkor maradunk a Twitch-en, akkor tessék oda átköltözni, hogyha szeretnétek üzenni, ha meg nem szeretnétek, akkor pedig lehet a Facebookon. Vagy nem a Facebookon, mi ez a... annyi elérhetőségünk, hogy megőrülök már tényleg. A Skype-on, na, meg telefonon hozzászólni a dolgokhoz. Jó? Addig akkor mondok híreket továbbiakban, és végül is ez egy informatikai műsor. Ha nincs kivel interakcióba lépnem, akkor majd én pofázok, nincs ezzel gond. Képzeljétek el, sajnos az Instagramról is szivárognak ki adatok, ami egyébként a Facebook után Facebook botrány, Twitter botrány, ugye korábbi Instagram botrány, WhatsApp botrány, azt hiszem volt itt már minden. Hát most az Instagram van újra porondon, kérem szépen. A TechChurch információi szerint nagyjából 50 millió Instagram felhasználó közöttük komoly influencerek adatai is kiszivárogtak egy indiai szerverről, ahol mindenféle titkosítás nélkül tárolták az információkat. A szivárogtatást a Mumbai székhelyű Chatterbox vállalatig lehetett visszakövetni. Arról viszont egyelőre ötlete nincs az Instagramot üzemeltető Facebooknak, hogy honnan érkezhetett ez a brutális mennyiségű információ. Jelenleg vizsgáljuk, hogy az adatokat az Instagramtól származnak, vagy más forrásból. Gyönyörű fordítás, mondta el a szóvivő a BBC-nek. Felvettük a kapcsolatot a Chatterbox-szal is, hogy megértsük, honnan érkeztek hozzájuk az adatok, és hogyan válhattak nyilvánosan elérhetővé. A TechChurch szerint, most ne rám nézz így, Gábor, ez van ideírva. A TechChurch szerint az adathalmazban olyan információk is voltak, mint a felhasználók tartózkodási helyei. Hát húha, megtudták, hogy otthonról nyomatja egy webkamerával a, nem tudom, az aktuális blogját. Hát hű! Az adatokat az Amazon szerverén tárolták, és olyannyira nem titkosították, hogy még jelszóra sem volt szükség állítólag a hozzáféréshez. Egy indiai kutató találta meg őket, és adta le a fülest a TechChurch-nek. A Chatterbox, ami egyébként egy marketing vállalat, egyelőre nem nyilatkozott az ügyben, de a listát már levette a szerveréről. Milyen kedvesek ezek a marketing cégek egyébként, nem? Végül is mindent az ügyfelekért. Tehát ha arról van szó, 50 millió felhasználónak az adatait csak úgy kitesszük a netre. Az nem baj, hogy ez ugye személyiségokat sért, tehát hogy nem is értem az ilyeneket egyébként. Tehát hogy de meg hogy tényleg honnan szivároghattak ki ez a, gyakorlatilag a nesze semmi fogd meg jól, kíváncsi lennék a Facebook reakció erre ezzel kapcsolatban, hogy ez hogy tudott 50 millió felhasználó adata ilyen módon kiszivárogni, és hogy jön itt képbe az Amazon, miért tároltak Amazonon adatokat, amikor vannak saját szervereik, hogy kerültek egyáltalán ezek az adatok oda, és hogy lehetnek ezek az adatok titkosítatlanok? Jó kérdés. Jó kérdés, ezek ilyen, mindig is ilyen jó kérdések maradnak nagy valószínűséggel. Na, közben, még mindig nem enged a Facebookra. Facebookra bennünket, a Facebookos API URL hibázik. Tehát gond van a Facebookkal ezek szerint, vagy nem tudom. Mert hát eddig is ezzel közvetítettünk, és ez tökéletesen működött, most meg nem működik. Hát, van ilyen, Boniem. Illetve várjál csak, mi ez? Nem, itt más gáz van, Gábor. Ha. Na mindegy, ennek majd csak adás után tudok tüzetesebben utána nézni. Nézzétek el nekünk. Jó, na! Érkezett hozzá szólás? Nem igazán. Twitchen nem igazán vagytok aktívak. Facebookon ugye nem tudtok aktívak lenni. Úgyhogy ennyi. Akkor... gyakorlatilag lezárjuk a mai adást, mit szólsz hozzá, és akkor megnézzük, hogy mi a hiba. Mitől omlott már megint össze a rendszer? Köszönöm szépen a figyelmet, eddig tartott ma a Restart, találkozunk holnap, vagy nem, ez majd kiderül. Szevasztok!